A Magyar Összefogás 35 fős listáján 18 jelöltnek nincs pártpolitikai kötődöttsége, emelte ki Pásztor István a VMS székházában megtartott sajtótájékoztatón. A listán az egyháza képviselői mellett civilek és értelmiségiek kaptak helyet, mégpedig olyan személyek, akik aktívan tudnak részt venni a vajdasági magyar közösség további fejlődésében. Legalább olyan mértékben elkötelezettek a magyar közösség ügyei irányába, mint azok, akiknek pártpolitikai kötődöttségük van. Ezért meggyőződésem, hogy a választásokat követően a kampányban is azokat a célokat, amik a programnak a részét képezik, egészen biztos, hogy ugyanolyan eltökéltséggel, elhatározottsággal fogják képviselni, mint azok, akiknek pártpolitikai kötődöttségük van. A Magyar Összefogás listája tegnap véglegesítette a programját, amelyet a napokban is, de intenzív kampány keretében szeptember 22-e és október 23-a között próbál minél hatékonyabban bemutatni Vajdaság számos településén. Hajnal Jenő listavezető elmondta, hogy a programmal a folytonosságot szeretnék biztosítani az MNT hatáskörébe tartozó 4 alapterületen, de az új ötletek irányában is nyitottak. Igazán a következő 4 év alapja lehet, de másrészt pedig egy párbeszédnek is az alapja, hiszen a következő napokban, hetekben a terepet járjuk, nagyon sok helyen megfordulunk, és azt szeretnénk, hogy ez a program ezt a párbeszédet erősítse, ezt a formát próbáljuk kialakítani, és úgy gondolom, hogy az új nemzeti tanács, amikor megalakul, ugyancsak ezt a nyitottságot és ezt az építkezést próbálja megvalósítani. A Magyar Összefogás megpróbál minél több szerbiai magyart mozgósítani, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. A nemzeti tanácsi választásokat október 26-án tartják.